Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm testvéreket a mai ünnepünk alkalmából, illetve a Szent Misénken, de erről majd hosszabban a prédikációban beszélek, hogy miért is olyan fontos ez, hogy Szent Misével kezdjük a mai ünnepet. Szent István királyunk, Magyarország fővédő szentjének van ma az ünnepe. Köszöntöm megjelent vendégeinket, testvéreket, székely testvéreket, a énekeseket, a táncosokat, mindenkit. Nem tudom felsorolni, jó, ezt most engedjétek meg, vagy engedjék meg, hogy egyenként ne soroljak föl mindenkit. Tényleg mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Ha ezt a Szent Misét méltóképpen, tiszta lélekkel tudjuk végig imádkozni, vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Könyörögjünk! Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted, hadd kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Fogadtál szavaimat, akkor megsokasodnak életed eszeteim. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, s ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg értelmeim, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Nem a gonoszok ösvényére, csak gonosztevő útját ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal képkodása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet beszédeimre. Ne tévedd el őket soha szemed előtt, s őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gondol, őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól, száj hamisságát, távolítsd el az ajka álmosságát. Egyenes, előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantás. Egyenesen, sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjai. Se jobbra, se balra, ne tévedj el az útról, csak gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten. Isten. Megállapodottság ellen következménye.
Lelkileg eltompulva, kicsapongásra adták magukat, és kapusságban mindenféle ostobaságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban ő rá hallgattok. És megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg életben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új ember, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Krisztusban, testvéreim, a mai napon, Szent István ünnepén több mindenről lehetne beszélni. Emlékszem, hogy a tavalyi napon inkább a magyarságról beszéltem, vagy a tavalyi évben magyarságról beszéltem, hogy mi az, hogy magyarnak lenni. Egy-két dolgot kiemeltem, ami nekem nagyon fontos volt, de ezen kívül rengeteg mindent jelent magyarnak lenni. Nem csak az, hogy szépen beszélek, nem csak az, hogy a Földet szeretem. Sok minden van ebben. De ma nem erről szeretnék beszélni, és tudom, a mai beszéd egy kicsit érzékenyen érinthet egy-két embert. Le is szögezném a beszéd elején, senkit nem megbántani, megsérteni akarok. Elgondolkodtatni annál inkább, vagy lelkiismeret vizsgálatot tartani annál inkább. Ezen a cél, és valamire felhívni a figyelmet. A mai evangéliumban arról hallhattunk, ha még emlékszünk rá, kétfajta ember van. Van az okos ember, ahogy Jézus mondja, és van a balga, az ostoba ember. Ez mind a mai napig így van. Vannak az okosak, vannak a balgák. Az okos ember az
amire épít, az a szikla, mert tudja, hogy ha sziklára építem a házamat, akkor az nem fog összedőlni, mert van egy alapja. Az ostoba ember, ahogy mondja Jézus, az homokra épít. És nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két embert, mind a két embernek a házát megtámadja a szél, a nekizúdul a háznak, süvít a szél, ömlik az ár, megtámadja a házat. Mind a két ember házát. De aki sziklára épít, annak a háza nem dől össze, az ostobája meg összedől. Az ember élete is így van. Mire építjük az életünket, sziklára vagy homokra? Nagyon sokszor hallom, ha az Isten jó lenne, nagy kifogás, hogy ne kelljen keresztényként élni az életünket, ha az Isten jó lenne, ha az Isten szeretne minket, akkor nem engedné meg, hogy meghaljon, megbetegedjen, ez legyen, az legyen, akkor Isten nem jó, hagyjuk ezt az egész kereszténységet, meg az Istent, mert Isten nem jó. Jézus már itt felhívja a figyelmet arra, hogy mindenkinek a házát megtámadja. A nehézség, süvít a szél, a fájdalom, a szomorúság. Csak aki sziklára épít, annak megmarad. És Szent István királyunk sziklára épített. Két dolgot tett ő meg igazából, amit nagyon ki kell emelnünk, a magyarság és a kereszténység megerősítését. Ő hitt ebben, hogyha a magyar nép keresztény lesz, akkor sziklára épít. És ezért mondtam, hogy gondolkodjunk el, hogy én milyen keresztény vagyok. Vannak fájdalmas pontjaim az életben, nem is egy, nem is kettő, de nagyon el tudok keseredni, csak kettőt mondok el, két példát. Amikor volt egy néni, aki nálunk takarította a plébánián, nagyon szerettük, böcsületes, tisztességes néni volt, mindig templomba járt, elmegy nyugdíjba, és amikor ide kerültem plébánosnak, akkor még sokszor meg is puszilt, amikor bejöttem a templomba, annyira örült nekem, hogy jaj, Tamás atya, de jó, hogy itt van. És amikor meghalt, már csak azt hallottuk, hogy eltemették. Mert a család, a gyerekek, az unokák, nekünk nem kell a papi temetés, eltemetjük polgárilag. És nem tisztelték az édesanyjuk igazi életét, gondolkodását, szívét, lelkét, mert ők ma ilyenek. És ma is ez van. Szent István ránk hagyta a kereszténységet. Azt mondta, ez a szikla, fiúk, lányok, így kell élnetek. Nekem nem kell az Isten. Nekem kell sok minden, de az Isten az nem kell. Ez félelmetes. A másik ugyanez volt, a néni ment hazafele, az már 30 éve történt, hétköznapi szentmiséről elütötte az autó és meghalt. Mi temettük? Nem. Mert a család, mi nem vagyunk ilyenek. Hát itt van a nagy baj, hogy a magyar nép elveszti azt az alapját, amire Szent István építkezni akart. A magyar nép homokra épít. Azért tartunk ott, ahol tartunk. És Szekszárd is nagy részében homokra épít. Ennyien nem vagyunk vasárnap szentmisén, három misén sem, mint most. Mert nem kell az Isten. Sok minden kell, de a kereszténység nem. Pedig erről szólna a mai ünnepünk. Nagyon szép a kenyéráldás, nagyon szép itt mindenki, de ez az első, hogy az életem alapja az a Krisztus, a szikla. Szent Istvánnak ez volt az első és legfontosabb kitétele, hogy ez legyen. És az emberünk beszélni erről. Ünneplünk, csinálunk sok mindent, de Istenről nagyon keveset beszélünk Szent István kapcsán. Pedig ez volt az ő alapkitétele. Ennek örült. Ezért örülünk, mert keresztényé tette a népünket. Sziklára építette a hazánkat. Mi meg azt mondjuk, hogy el a sziklával, nekünk kell a homok, nem kell az Isten. Gyönyörű a mai himnuszunk az olvasányos imaórában, hagyj olvassam föl, mit imádkoztunk ma reggel a papok, meg akik még imádkozzák a zsolozsmát. Szent István fényes napja ma rád ragyog, magyar nép, s téged ünnepi dalra hív. Hirdesse első szent királyod nagyszerű tetteit, hangos ének. Kényelmet,
pompát, mit fejedelmi ház bősége nyújthat, elveti ifjan ő, s erények szűk útján haladva, égi magasba sietve lépdel. A trónra lépve nagy hivatásra lel, Krisztushoz vinni, hunni a nemzetét, egyetlen célja, vágya ez lesz, tetteit egyre csak ez vezérli. Isten kegyelme áldja erős kezét. Az őspogánság mindenütt eltűnik, s az üdvözítő szent keresztje szép ragyogással a hont bevonja. Atyánkat áldja hódolat és fiát, s a vígasz lelkét őt ki egyvelük, a hit, mit érdem nélkül kaptunk, fénybe borítsa e földet mindig. Ez volt a mai himnusz, gyönyörű himnusz. És nagyon jól meglátszik, hogy eddig mondtam, csak szebben leírva, hogy mit akart Szent István király. A hit, mit érdem nélkül kaptunk, beborítsa az egész földet. És igazából mi is ez a hit? Erről is csak egy nagyon rövid kis rész hagyolvassak Szent Pál apostol második leveléből. Azt mondja, hogy éppen ezért minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudás a magatok fölötti uralmat, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak, nem marad Urunkra, Jézus Krisztusra vonatkozó ismeretetek hatástalan és meddő. Egy gyönyörűen levezetett szentpéteri ige volt az, amit hallhattunk, és jó lenne ezt is megismerni, megtanulni, hogy ez hogy is történik. Én a templomát összör elmeséltem, de nagyon szeretem azt a részt a kurziós lelki gyakorlatnak a részéből, mert amit egy kicsit bizonyítja azt testvérek, hogy mennyire jó hívőnek lenni, mennyire jó Krisztusban együtt élni, vagy Krisztussal együtt gondolkodni, az Istennel együtt gondolkodni. Mert mit látnak az emberek általában? Azt látják, hogy ha vallásos vagyok, akkor templomba kell járni, adót kell fizetni, hittanra kell menni. Ez nekünk, ezt hagyjuk már, van nekünk erkölcs tanunk is, meg milyen jó az meg. Van sok minden más, amit meg lehet csinálni, és hagyjuk ezt a misire járást. Csak hogy Szent István tudta, hogy mire alapozza az életet, a hitünket, a magyarságot. Azt mondja, fontos az Isten. És jó volt ezt hallani ebben a lelki gyakorlatban, hogy azt mondta, hogy Amerikában több mint 10 millió törvény van. Törvény hátán. Mit szabad és mit nem. És tele van törvényekkel. És látjuk, hogy mi történik Amerikában, meg más országokban, ahol tele van törvénnyel. Azt mondja, hogy Istennek csak mennyi parancsolata van? 10. Nem 15, nem 20, nem 30, 10. Ilyen kevés parancsolata van. Ez a szikla, ha ezt betartanánk. És úgy az ember elgondolkodik rajta, hogy ha ezt a 10 parancsolatot betartja, hogy változik meg a világ? Az életem, a családom. Kiveszek 3-at most ebből a 10 parancsolatból. Az egyik a ne ölj. Ne ölj. Ennyi, két szó. Isten 10 parancsolata. És tudjuk és látjuk, hogyha az emberek nem ölnének, ha másokat nem buzdítanak a mások megölésére, nem lenne háború. Kész. Nincs háború. Az emberek nem lesznek özvegyek, nem lesznek árvák, férfiak otthon maradnak, él a nemzet, él a család. Nem kéne félni az utcán, hogy meg fognak ölni, kirabolnak, meg hogy bumusú lesz velem, mert ne ölj. Nem kéne félni az autóval, amikor megyünk, és a kreszt másik nem tartja be. Mindenki betartja a kreszt, mert ne ölj. Tudom, hogyha 180-nal megyek itt a Bezerédin, akkor az felél egy gyilkossági kísérlettel. Mindenki betartja a szabályokat. Hát azt mondja, hogy nem akarok ölni, ez a kresztet én betartom. Mert ne ölj. Ha már nincsenek fegyverek, hallottuk, hogy hány milliárd dollár megy fegyverekre, azt a pénzt lehet fordítani a szegényekre, ahol meghalnak a gyerekek éhen, és felnőttek.
és ne őj. És már is nem hal meg 1000, 10000, 100000 ember egy évben éhen. Mert a fegyverkezés pénzügyi oldalán rengeteg minden megváltozna. Ne őj, nem lenne abortusz. A magyar nemzet nem 10 millió alatt lenne, hanem jóval több lenne, vagy 15 millió, mert ne őj, nincs abortusz. Nem öljük meg a gyermekeinket. Micsoda parancs, két szó. És már ez az egy parancs is, hogy megváltoztatna a világot. Ne paráznák, hogy a második. Nagyon fontos a mai világban. Mit is jelent ez, hogy ne paráznák, hogy? Igazából mindenki tudná, hogy a hűség mit jelent. Hogy úgy nézek egy nőre, egy férfira, ahogy kell. A legtisztában, a legszeretettebb teljesen. Nem kéne félni a megcsalástól. Nem lennek utcanők, nem lennek ilyen filmek. Gyönyörű lenne az élet. Biztonságos családban élhetnénk. És ezt is lehetne még nagyon fokozni. Ami nagyon szeretek még, az a ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy. Mindig úgy tudnánk egymásra nézni, hogy tudom, amit te mondasz, az igaz. És tudom, hogy nem fogsz a becsületemben kárt tenni. És tudom, hogy a hírekben, amit hallok, bármelyik tévé, Magyar Egy, ATV, teljesen mindegy, igazat mond. Mert sokszor nem tudjuk, hogy egészen mást hallunk. Mi az igazság? Ha minket is így tájékoztatnának. Ez az Istenre építés. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. Ezt jelenti hinni. Ez az, amikor Szent István erre gondolt, amikor azt mondta, hogy keresztény, magyar nemzetet akar. Hogy sziklára akarja építeni ezt az országot. Az Istenre akarja építeni, az isteni tanításra, a 10 parancsolatra. És legyünk nagyon őszintén magunkhoz, nézzünk magunkra és a világra, Magyarországra, mennyire tartjuk mi ezt. Mennyire építjük az életünket Krisztusra. Nekem se sikerül, nem kell megijedni. Tehát nem arról van szó, hogy na a papit elmondta, aztán ő meg milyen. Hát gyónok én két havonta. Ho-ho. Persze, elmegyek, mert megbotlok, elesek, újrakezdek, akarok jóban lenni. Nekem nagyon fontos. Életem legfontosabb dolga, hogy sziklára építsek, mert tudom, hogy bármikor jön életem az üdvözítő. Ezt a hívek tudják, én nagyon szeretem ezt mondani. Én szeretném neki kimondani, a szemébe nézni. Uram, hívtál, itt vagyok. És hányan nem merik ezt kimondani? Ma már nincsenek egyházi temetések, mert azt akarjuk, hogy a mamit, a papit szépen akarjuk eltemetni, úgyhogy emlegessük, hogy jobb volt a legjobb papa, a legjobb mama. Neki bűne nem is volt. Dehogy is nem, mindenkinek van. Csak ez a temetésen úgy jó hallani, hogy ő a legszentebb papa volt, meg mama. Nagyon szerettük, de neki is volt hibája. De az emberek ezt akarják hallani. És nem akarnak hallani az örök életről, találkozásról, mennyországról, a szikláról. Nekem az ünnep azért mindig kicsit álságos, pont ezért. Mert nem érzem azt, amit Szent István akart, hogy erre törekedne Magyarország. Erre törekedne a szekszárdi nép, hogy ez legyen az életem alapja. Akarok én minden mást is az életben, csak hagyjanak békén ezzel a vallásossággal, meg a papokkal. És ezért mindig bennem ez a nagy kérdőjel ott van, hogy nem tudom úgy ünnepelni ezt az ünnepet, mert nem megy sajnos. De bizakodom azért, mert egy-egy ember, mikor megtérését látom, visszatalálását látom, látom azt, hogy elkezd sziklára építeni, az életét elkezdi másként tenni, és azért vannak itt ilyen nagy örömök itt Szekszárdon, nagyon kevés, de van, hogy azért ezért érdemes. És látom az emberek életét, mennyivel nyugodtabb, mennyivel békésebb egy sziklára épített ember, bár őt is éri, ahogy az elején hallhattuk, mindenféle nyomás, eső, szél, stb. De jobban tudja viselni, mert Krisztus mindig mellette áll. Én ezt kívánom az ünnepen mindannyiunknak, hogy abban, hogy magyarságot is ünnepeljük, érezzük mindig azt is, hogy ezzel a mai nappal azt is akarta Szent István király, hogy mi sziklára építsünk, Krisztussal együtt járjuk itt Magyarországon az utunkat. Amen. Köszönöm.
Kérjük testvéreim az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket. Áld meg úgy népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jól írnak éljen. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Tarts távol hazámtól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Öntsünk hitet és felelősséget fiataljaink és minisztránsaink szívében, hogy meghallják hívásodat, ha szólítod őket, és örömmel mondjanak arra igent. Add, Urunk, hogy a háborúk véget érjenek, és béke legyen a földön. Kérünk, őrizd és óvd az ártatlanokat és minket is. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk, Szent István király közben járására, védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, s add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet. Az Úr legyen veletek! Yeah.
megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihar rendületlenül álljon Krisztus a mi Urunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel, s az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most és mindörökké hálás szívvel lennél, és hangos szóval énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására.
Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Bernát apáttal, Szent István királlyal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökön örökké. Amen. Jóisten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért most mondjuk nagy bizalommal. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Egyéd az ország, a hatalom, dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek minden. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram.
Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezz népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogad be jóságosan mennyei országodba, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket, mennyei Atyánk, és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, amelynek Szent István király apostola volt népe körében. Jézus Krisztus, a mennyei Atya szeretett fia, adja meg családjaitoknak, hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék a gyermekeket a boldog jövő zálogát. A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, hogy egymással és minden néppel békében éljünk, és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. Borzasztóbb asszociációkat keltő kép a Bibliában,
ami sajnos már sem üresedett ki, hanem újra meg újra megelevenedik és megtelik aktualizálódó tartalommal az érkező hírek nyomán. Ostromlott város. Ijesztő az ostromlott és eleső várost megidéző kép távol elég akkor is, hogyha a földjeinkre nézünk. Ostromolja az asszály. Ostromolja a sugárzás. A kukoricacsövek, mint egy levet hadsereg dárdái fegyverletételkor. A napraforgó, telítetlenül lehajlott makkosarral maga a kenyelmért könyörgés. A fák elszáradtan múló levele akár az inflálódó pénz. És mi mégis ünnepelhetünk, és ünneptünk. Ahogyan a zsoltáros szavaiból sem a kapituláció lelkülete sugárzik, hanem a hálaadásé. Nem véget érni, nem akaró panasz áradatot ad elénk a zsoltár író példaként, hanem arra tanít, hogy vegyük észre Isten megtapasztalt kegyelmét a múltban, a jelenben, és ezáltal megtöltekezve nézünk a jövőbe. Ostrom állapotok közepette is. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Mert bár ostrom állapotok voltak és vannak, és vélem lesznek is, a jövőben is, az Úristen hűségesen hordozott és hordoz kegyelmében, és erre jó rádöbbenni, ezzel jó szembesülni, akkor is, amikor a hétköznapok világában sokkodunk. Talán nem sok kukoricadarát fogunk enni az idén a Vármegyében termett kukoricát. És nem ettől kap biohibítást az üzemanyag. De az igazi kenyérponttól biztosan, hogy megolgott már az Isten kegyelme. Az a kegyelme, ami megelőzte az ostromlott állapotot, ami végig kísérte az ostrom állapotot, és ami gondviselésszerűen ott van előttünk is. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velünk az ostromlott városban, ezt mondhatjuk a zsoltárossal együtt, az ószövetségi emberrel felemelt kézzel hálát adva azért, hogy micsoda termésünk volt árpából, húzából, rozsból. Már megalapozta az Isten kegyelme az életünk. Felemelt kézzel, miközben a felemelt kép nem a kapituláció jelképe a bibliai korban, hanem a háladásé. Az Isten felé való nyitottságé, ami az áldás fogadására is készséget jelez. Nyitottsága felé az Isten felé, aki egészen nyitott mi ránk, aki az ostomállapotokig menően, sőt a halálig menően keresztelik, aki a golgotai keresztet is felvállalta, és a legnagyobb ostromot is állta, bírta, még a halálával is feltámadást szerzett. Ő rá tekintő reménységgel emelhetjük fel a kezeinket. Emeljük hát a zsoltáros mintájára, az Úr felé nyitva a kezünket, életünket, hálaadással adjunk helyt áldásának. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Üdvözlöm az összegyűlt gyülekezetet a metodista gyülekezet nevében. Azon gondolkodtam a mai napon, hogy hogy lehet az, hogy egy ember döntésére egy egész nép Istenhez tér, és ezt látjuk a Bibliában is, Ábrahám kapcsán, akit kiválaszt Isten, akit megáld Isten, akinek megígéri azt, hogy annyi gyermeket adok neked, mint az égen a csillag, és szövetséget kött vele Isten. És mégis évekkel később, több száz évvel később látunk egy embert, akit úgy neveznek, hogy Zákeus, aki ugyanúgy ebből a népből származik, és mégis saját népét zsákmányolja ki, hanem találkozik Jézussal. És amikor találkozik, és Jézus vele vacsorál, akkor valami hihetetlen döntést hoz magában méghozzá, hogy többszörösét adja vissza azokat az embereknek, akiket megcsalt, akiket átvert. És Jézus ekkor ezt mondja neki, neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Eddig is Ábrahám fia volt, mégsem volt üdvösség, mégsem tartozott Isten népéhez. Eddig is névlegesen ott volt ebben a kiválasztott, ebben a szövetségi körben, és mégsem úgy ért,
hogy lesz az, hogy egy ember döntésére egy egész nemzet keresztényé válik, Isten népévé válik? Csak úgy, hogyha az ember maga is dönt. Csak úgy, hogyha az ember maga is leteszi az életét Krisztus előtt. Mert Zákeus cselekedete következhetett volna abból a döntésből, hogy majd szétosztja a vagyonát a szegények között, hogy Krisztus elfogadja ezért talán, és talán ismerős is számunkra ez az érzés. De nem ezért tette, hanem azért, mert mindenki megvetette, mindenki elkerülte, hiszen a saját népét zsákmányolta ki. Egy valaki viszont nem tette, Jézus. Jézus elfogadta őt, vele vacsorált. És az, hogy Jézus elfogadta, arra ösztökélte, hogy igen, én élni akarok egy szükségre. Krisztus elfogad mindenkinek, Krisztus hív magához bennünket. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e, hogy ő elfogadott bennünket. Egy áldással szeretném zárni az Efezus levélből. Krisztus lakjon hitáltal a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység. És megismerjétek Krisztus minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy így beteljesedjétek az Isten egész teljességéig. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, alkalmi ünnepi üzenetet, mennyei üzenetet vállalattam. A proféták, zsoltárok és apostolok írásaiból, ahogyan látjuk majd, hogy a mindenható, a szeretet Istene megajándékozott bennünket az ő szövetségére. Mindannyiunk életet az ő szövetségének ajándéka, az már a mi felelősségünk, lehetőségünk lesz, hogy éljünk, jól éljünk a szövetség lehetőségével. Úgy fogalmazta valaki, hogy Istennek áldása az ő szövetségébe fogadottak életéből nem marad el. Íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, minden élőlénnyel, amely veletek van, minden földi élőlénnyel szövetségre lépett veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. Majd ezt mondta Isten, ez lesz a jele a szövetségemnek, amelyet most szerzek veletek minden nemzedékkel örökre. Szivárvány ülemet helyezem a felhőkre, ez lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Ha ott lesz a szivárvány íva a felhő, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élő lényel, amely testben élne földre. Amíg csak föld lesz tehát, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Mert gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, gabonával látod el az embereket, és így gondoskodsz a földről. Megkoronázod az évet nyomaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Nyájat lepik el a legelőket, a hölgyeket gabona borítja, újjonganak és énekelnek. Te pedig tartsd meg tehát szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök, nemzedékről nemzedékre. Mert az Úr irányítja annak az embernek a népeit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett az igaz, sem az, hogy gyermekek boldogsá lett volna. Ami tehát neked a gyerekség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért, sőt ő érte, kárva veszni hagytam, és szemétnek ítéltem mindent, hogy a Krisztust megnyerje. Mert ha Isten velünk, ki lehet ellen? Aki tulajdonfiát sem kímélte, hanem
mindjárt odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk ő vele együtt mindent. Legyetek tehát az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok én reám, és megtanítalak benneteket az élet útján Isten ében. Mert boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjait jár. Úgy legyen, ámen. Tiszteletre köszöntöm én is mindenki egy gyűlteket. Az imént felcsendült Új és Új Szövetségi Bibliai üzenetek, igen üzenetek után én egy imádságot hoztam mindenki alkalmunkra. Hajtsuk meg fejünket Isten színe előtt, így imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük a mindennapi kenyeret. Sokszor talán nem is gondoljuk végig, mit is jelent ez, de most az új kenyér ünnepén szeretnénk hálát adni ezért a naponkénti áldásunkért. Te vagy az Ura a Föld termőerejének, alkotói bölcsességet hordolt egy kis maga a növekedés programját. Te vagy az Úr az ég felhői, az éltető erejű eső fölött is. Ezért hiába az emberi erő, leleményesség és fáradtság. A Te áldásod nélkül nincs kenyér. Olyan sok minden történik velünk és körülöttünk, ami el akarja hirdetni, hogy nem Te vagy a világ uralkodója. Emlékeztessen hatalmadra a napon asztalunkra jutó kenyér. Megváltó Jézus Krisztus, a Te kezed áldásával lett 5 árpa kenyérből sok ezernek való. A Te áldó kezeidbe tesszük az újat, és vele mindent, amiben szükséget látunk. Te jutsz eszünkbe a földbe hulló búzaszemről, a megtört magról, az önmagát utalodóról. Te vagy az élet kenyere, táplálj minket, hogy ne kelljen éheznünk. Drága Szent Élet, Te vagy, aki az emberi szív fülgében a Biblia üzenetén igazságát, az igen magját életre tudod kelteni. Ments meg minket a hiába való gonkoly életmódtól. Érünk át meg népünket, hogy majd az utolsó napon, a nagy mennyei aratáskor hozzád tartozó áldott búzamező legyen Szent István utóbajnak országa. Ámen. Most pedig a kenyér megáldása, a megszentelése következik, álljunk föl. Az Úr legyen veletek! Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki a pusztában megáldotta az 5 kenyeret és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot, Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fő védőszentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd és szétosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, áld meg ezt a kenyeret, mindennapi életünk táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, Szent neve dicséretére és dicsőségére, Krisztus, ami Urunk által. Tisztelettel fel kéne belénk Rati Lagrac Szexárd legyen jó város polgármesterét, a megszentelt kenyér tálalását.